Io mi amo carino. Szeretettel köszöntök mindenkit a Dr. Mester György Általános Iskola ballagási és tanévzáró ünnepélyen. Külön köszöntöm Pluhár László polgármester urat, Búrján Bálint Ildikót, a napközi otthonos óvodák.
Szelezsán Pétert, a Román Nemzetiségi Általános Iskola igazgatóját, Szekercés Endrét, a szülői munkaközösség elnökét, a katolikus és református egyházak képviselőit, hitoktatóit, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. Kedves nyolcadikosok, a ballagás az általános iskolai évek végét jelenti. Eljött az idő, hogy búcsút vegyetek iskolánktól, tanáraitoktól, diáktársaitoktól, az iskola dolgozóitól. Tiétek ma az ünnep, a könyv, a mosoly, a virág. Ma körétek gyűlik a világ. Ünnepségünk első részében hallgassák meg Cseteréka, Klemm Gyöngyér, Popuca György 8. osztályos tanulók szavalatát, majd Árvai Pruzsina búcsúzik a ballagó 8-osok nevében. Amire régóta vártunk. Amióta beléptünk az iskola ajtaján, csak erre a percre váltunk. Számoltuk a hónapokat, heteket, kínzó napokat, a hosszú órákat, a legvégső rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki sem boldog. Talán egy kicsit visszahúz a szívünk. Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, de végig kísérnek azok az emlékek, amit nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni. Hogy jó lenne még egyszer, utoljára, együtt visszaülni az üres osztályba, csak egyetlen pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat, és egymást soha nem feledjük el. Valahol ezt mindenki érzi, hogy az eltöltött hosszú éveket a szívünkben fogjuk őrizni. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú, nehezen, de elválunk egymástól. Mindenki vidám és egyben szomorú. Talán még egyszer visszatérünk, de most hátat fordítva az iskolának, teli reményekkel végleg elmegyünk. Kezünkben virágok, szemünkben könnyek. Nemrég még azt hitt, hogy búcsúzik önök. Ásít a tanterem, üresen állt. De most még hallgat egy búcsballagát. Bal kézben virágok, jobb kéz a vágok. Míg láncban lépkedünk az ének szájú. Kedves tanárai, búcsúzunk végre. Tőletek mit kaptunk, csak jót és szépet. Kicsinket tarisznyánk jelképes emlék. Benne a pogácsa, érkeztünk nemrég. Már is tovább megyünk, sodor a sorsunk. Örökké szép emlék az, hogy itt voltunk. Kedves tanáraink, diáktársaink, kedves szüleink és vendégeink! 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltuk, hogy ilyen hamar elrepülnek majd az általános iskolai tanévek. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt számunkra, messze hangzóan sokáig kísért minket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Köszönetet kell mondanom a magam és társaim nevében a tanáinknak és szüleinknek a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon,
hanem az együtt átizgult versenyeken, iskolai rendezvényeken és a pályaválasztás időszakában is. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletlenség idővel megváltozik. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csendő szó nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek között, az ismeretlenben kezdik. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mind mit jelent. Hiszen a gyerekkort a maga gondtalan boldogságával állhattuk. Külön búcsúzunk osztályfőnökeinktől, tanárainktól, sok köszönettel tartozunk nekik. Tündő néni és Anni néni közösségé kovácsolták az osztályunkat, megszervezték a jó hangulatú kirándulásokat, segítettek a rendezvényekre való felkészülésben. Problémáinkkal mindig bizalommal fordulhattunk hozzájuk, odafigyelésükkel segítették tovább tanulásunkat. Megtanítottak arra is, hogy legyenek céljaink, vágyaink, és ezeket magunknak kell elérnünk. Köszönjük oda figyelésüket! Kérjük tanárainkat, bocsássák meg, olykor gyorsan kijavítható, kevés sikerrel megoldott dolgozatainkat, az állam készített házi feladatokat, az olykor hiányos órai felszerelésünket és nyögdécselő feleleteinket. Na és a felejthetetlen események, a határfutások, a minden évben megjárt papírgyűjtések, az osztálybuli, a karácsonyi koncertek, vidám farsangok, anyáknapi ünnepélyek, és végül az osztálykirándulások, amikre sokáig emlékezni fogunk. Kedves hetedikesek! Átadjuk nektek jelképesen az iskola zászlóját, és vele együtt a stafétabotot, hogy vigyétek tovább az iskolai hagyományokat, és erősítsétek az iskola jó hírnevét, ahogyan mi is tettük. Búcsúzzunk minden diáktársunktól. Reméljük, hogy jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el. Utoljára szüleinkhez szólunk. Rengeteg mindenért tartozunk köszönettel. Köszönjük, hogy mindig mellettünk álltatok. Támogattatok, bíztattatok minket, és gondoskodtatok rólunk. Igyekszünk szorgalmunkat, és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit tettetek, és tesztek ezután is. Ezt megígérjük. Mi pedig indulunk az úton, amit választottunk. A 7. osztályosok és az itt maradó diákok nevében Karnyánczky Bettina és Zsúri Zsófia búcsúzik a 8-osoktól. Hosszú út most mégis véget ér. Új, nehezebb világ vár majd rátok, lehet nem hoz mást, csak küszködést. Vidáman gondoljatok a szépre, a múltra, sok közös napra, barátra, célra. Fájni fog minden régi közös emlék, de reményt lelhettek minden újban. Újak lesznek a célok, a vágyak, egyedül vár rátok jövőtök. Nézzetek előre, soha se hátra, ti vagytok a jövő reménysugara. Ne vágyjatok vissza a múltba, több és távoli az, mi várt titeket. Törődjünk bele a búcsúzásba, ez az mi eljött, Isten veletek. Kedves ballagó 8-osok! 8 szép évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút vesztek a titkokkal telírt iskolapadoktól is. Lezárul életetek egy szakasza, és egy új, reményekkel teli időszak kezdődik. Már nem fog titeket körülvenni iskolán gondoskodása, féltő szeretetek. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. De soha ne feledjétek, hogy a doktor Mester György általános iskola tanulói voltatok. Nehéz lesz a búcsúzás, mert az elmúlt években igaz barátokat szereztetek, legtöbben megtaláltátok első szerelmeteket. Kis közösségetek összekovácsolódott a kirándulásokon, közös bulikon. A tanáraitokról se feledkezzetek meg,
akiktől nem csak a tananyagot tanulhattátok meg, hanem neveltek is benneteket. Sokszor talán nem fogadtátok meg intelmeiket, de higgyétek el, ők csak a javatokat akarták. Mindent értetek tettek. Emlékezzetek rájuk jó szívvel. Búcsúzni mindig szomorú dolog, de vigasztaljon benneteket, hogy egy új iskola, új barátokkal, sok lehetőséggel várt titeket. Iskolám tanulói nevében sikeres, boldog életet kívánok minden ballagó diáknak. A 6. osztályosok minikórusa következik, akik Csézi, Itthon a legjobb című dalát adják elő. A színpadon Hegedűs Nóra, Török Evelin, Pokuca Dóra, Truc Szintia, Sarkadi Dóra és Rádai Zsombor. Aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az ellen csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjári merít, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott innen föl. A hömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthon, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. Minden hozzá fűz, álma bennünk. Mennyi érzelem és szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, most is új tavaszt vár és jót remél, hogy fenne ott, hogy élj. Nem a gyűlölet a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy állok innen rögt. A hömpölygő folyó, az erdők és mező. Ez az otthon, itt kell. Bennünk este tölt, és ha gyermek.
hazát. Iskolánk régi hagyománya, hogy a búcsúzó nyolcadikosok ünnepélyes keretek között átadják a hetedikeseknek iskolánk zászlaját, amelyre szalagot tűznek az itt eltöltött 8 év emlékére. A nyolcadikosok nevében Kimpán Mikoletta, Hak Pálma, Pokuca György adják át a zászlót, a hetedikesek közül Miszteruk Zsófi, Nagy Péter Dávid és Török Marcell veszi át. Most hallgassák meg Pele László igazgató úr beszédét. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Ezen a szép napon, és úgy gondolom, hogy az elmúlt évek hagyományait megszakítva jó, hogy áttettük szombat délelőtt a ballagásnál, most igazán szép idő van. Ha tegnap lett volna, úgy gondolom, hogy akkor versenyfutás lett volna azt hiszem mindenkinek. Kedves vendégeim, kedves kollégáim, tisztelt szülők, rokonok, megjelentek. Kedves nyolcadikosok, eltelt megint egy év, elszaladt olyan gyorsan, mint az előző hét is. Mégis különleges volt az utolsó 10 hónap. Már érezni lehetett az izgalmat a felvételi miatt, talán ti is átéreztétek, hogy ez a csapat, csupa nagybetűvel, már többször ilyen formában, ilyen szinten nem ül össze sem tanulni, sem kirándulni, sem filmet forgatni, sem focizni, és még sorolhatnám. Valami a mai nappal lezárul. A szép ruhák, az új cipők, az esetlegesen már megkapott új telefonok azt jelzik, hogy a család egyik tagjától egy picit jobban elszakadtok. Már nem lesz elég 7:30-kor kiugrani az ágyból, nem lesz lehetőség szünetben hazaugrani a tornazsákért, egy otthon felejtett papírért, talán nem lesz lehetőség délután találkozni a boltban az osztályfőnökkel, és valami nagyon fontosat megkérdezni, és a gyulai vagy békiscsabai iskola udvarára sem tudnak majd szüleitek benézni, hogy minden rendben van-e csemetéjükkel. Az elmúlt évek alatt jól megismertétek egymást, már tudtátok, hogy ki jön reggel 7 órakor, ki esik be 8 óra 4 perckor, és ki az, aki még akkor sem,
Ki az, aki elvállalja a versmondást? Ki az, aki inkább a padalábújik ezelő? Ki az, aki a hátsó sorból valami nagyon vicceset mondott? És ki az, aki még egy fél óra múlva is nevetezett? Azt, hogy ebben az osztályban hányan jártatok, már nehezebb felsorolni. Reméljük, az eltávozók is megállják a helyüket. Kedves ballagók! Valami a mai napon elkezdődik. Akinek jól sikerült pályát, iskolát, szakmát választani, annak már csak meg kell azt tanulnia. Ahogy a dal mondja, még lehet minden, ezer út vezet innen, de mind csak lehetőség, kell, aki rálép. Én arra biztatok mindenkit, hogy az itt szerzett tudással bátran lépjetek tovább, tegyetek meg mindent azért, hogy a választott, megálmodott célt elérjétek. Meg kell mondjam, hogy néha nem volt könnyű ez az út, de tanáraitok, osztályfőnökeitek, szüleitek segítségével mégis eljutottatok idáig. Az előbb felsorolt dolgok megszűnnek az életetekben, de higgyétek el, hogy nagyon sok új, jó dolog el is kezdődik. Új osztálytársak vesznek majd körül benneteket, akikkel lehet, hogy már komolyabb szinten alakul ki barátság, esetleg szerelem is. A tanárok is megváltoznak, és visszagondolva a mostani nagyon szigorú pedagógusaitokra, már szelídül ez a kép, de mindenképpen őrizzetek meg bennünket emlékeitekben, és úgy, ahogy szokás, látogassatok vissza régi iskolátokba, hogy mi, tanáraitok, örömmel hallgassuk sikereiteket, esetleg problémáitokat. Az új iskolátokban készüljetek választott hivatásotokra, legyetek céltudatosak, éljetek a kínálkozó lehetőségekkel. Én bízom benne, hogy valamennyi ütökben, mind a 22 ballagó emberkében ott van az az erő és oly szent akarat, mely képes megfelelni a kihívásoknak. Mi tanáraitok már sok útokban láttuk ezek kezdeményeit, ezért bízunk abban, hogy szüleitek tovább segítenek ezen a vonalon, találtok olyan pedagógusokat, baráti közösséget a középiskolában, és még később is, akik segítségével a felnőtté válásotokig mindent megélheztek, és jó emberek, jó felnőttek lesztek. Olyanok, akik saját erényeik mellett másokra is figyelnek, akik tolerálják mások másmilyen szokásait, akik elismerik mások jó tulajdonságait, és szólnak barátaiknak, ha valami nem úgy megy, ahogy az kellene. Legyetek olyanok, akiknek nem kell szégyenkézniük, hanem büszkék lehetnek arra, hogy magyarok, hogy eletiek, hogy a Dr. Mester György általános iskolások voltak, bárhol is éltek ezen a világon. Én gondolom, az utolsó mondat ismerünk Deák Jandár beszédéből. Határtalanul. Továbbra is támaszkodjatok szüleitek segítségére, néha nem baj, ha ti is megpróbáljátok őket megérteni. A komoly nagy bölcsességek mellett az útra való adása ilyen, különleges ez a nap, mert rátok nézve sok vidám és megható pillanat is előtt van. Mindannyian emlékszünk kicsi szorongó, alsós időszakotokra, néha kicsattanó jókedvetekre, néhány ragyogó projekt elkészítésére, zenei, táncos produkcióra, a csodálatos sporteredményekre, sok szép előadásra és a megható tanárbúcsúztatót, a ballagújságot már csak koronaként tenném az egész tetejére. Részei voltatok az iskola életének, mi is része voltunk a ti életeteknek, és ez így van rendjén. Vigyétek ebből el mindent, ami szép volt, használjátok belátásotok szerint, csak arra emlékezzetek, ami arra érdemes, azt idézzétek fel, ami hasznotokra válik, amiből építkezhettek azon a bizonyos úton. Ti, a Z-generáció tagjai, használjátok az elektromos eszközöket, a kütyüket, ugye így szokták mondani arra, hogy fejlesztétek ismereteiteket, ismerjétek meg a világot, legyetek az egyre fejlődő világ részei, de ne felejtsétek el az élő emberi hangot, az élő mosoly és egy igazi készfogás. Kívánok ehhez magam, kollégáim, munkatársaim nevében sok erőt, jó egészséget, Isten veletek! Nem a második része jön a beszédnek.
Az osztályról, aki most ballagó osztályról beszélünk természetesen, több szervezet, illetve magánszemély is hasonló jó véleménnyel volt, mint mi. Támogatásukat, ballagási ajándékaikat nevetekben is megköszönöm. A gyermekeinkért alapítvány a könnyűtalomhoz járult hozzá jelentős mértékben, köszönjük szépen. Luhár Mászló polgármester úrtól egy szép tollat kaptatok itt útközben valamikor. A református egyház Gulyás Dávidnak, Márk Viktóriának, Hegedűs Istvánnak könyvcsomagot adott. Az átszervényese a tanári javaslat alapján Popuca Györgynek emlékpaketet is 10.000 forint utalványt adott az iskolában végzett közösségi munkájáért. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük ezt a hozzájárulást. A köszöntő táviratok sorában felsorolhatom Ferenciné Baranyi Ibolya óvónéniteket, Keskemétiné Tórika néni tanítónéniteket és Lukné Tünde nénit volt osztályfőnökötöket. Köszönjük szépen a megemlékezésüket. És most kérem szépen Niedermayer Ernőt, a német kisebbségi nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy adja át a hagyományápolás, a néptánc versenyeken való részvétel és a kapcsolatok erősítése terén tanúsított kiemelkedő munkáért az eleti németek ajándékait. A következő tanulókat kérem szépen a színpadra. Egyetve a színpad elé, mert Ernő bácsi megkért, hogy ott adják. Árvai Fruzsina, Dani Gergő, Klem Gönyvér, Niedermayer György, Popuca György és Zsóri Tamás. Gratulálunk nekik, és kérjük szépen az osztályfőnököt is, hogy legyen szíves, fáradjon ki a tanulókat elkísérve. Gratulálunk és köszönjük szépen a németeknek, a szállási németeknek, a adományoknak a megtiszteltetést. És most következzenek az iskola által adott elismerések. Úgy csinálom, hogy először felolvasom az érdemeit, és utána mondom a nevet, közben lehet gondolni, hogy ki az. Hát gondolom, közülük lesz aztán, nem olyan bonyolult. Az általános iskolában töltött 8 év alatt kimagasló közösségi munkát végzett, tanulmányi versenyeken sikeresen vett részt. Rendszeres szereplő volt az iskolai ünnepségeknek, évekig táncolt a német tánccsoportban, és zongorázott a rendezvényeken. Diáktársaival és tanáréval szemben segítőkész volt, mindig mindenben lehetett rá számítani, és nem gyöngyvérő. Kitűnő tanulmány eredménye mellett oly magasra fejlesztette angol nyelvtudását, hogy a 8. osztály elején sikeres angol középfokú vizsgát tett. Büszkék vagyunk rá, és ő sajnos csak egy van, úgyhogy nem olyan nagy a válaszkék, Ramasz Luizi. Még csak néhány éve ismerkedett meg az íjászattal, de már jelentős sikereket ért el ebben a sportágban. Országos bajnokságokon
örömiász versenyeken, nemzeti bajnokságokon, különböző kupákon állt már dobogós helyen. A legnagyobb eredménye azonban a 2018-ban Gyulán tartott világbajnokságon szerzett harmadik helyezése. Hegedűs István! Ez egy olyan díj, ami az iskola legjobb sportolójának jár. Taekwondóban egy dan feketeöves mesterszintet ért el. Évek óta rendszeresen versenyzik, többször nyert diákolimpiák súlycsoportjában. Sikeresen megmérkőzött évente a Nemzetek kupáján, Spárta kupákon, magyar bajnokságokon. Egyéni és csapat sikereket is elért. Legkeményebb spártai lány és legkeményebb spártai nő címet szerzett. Nem látszik rajta. Emellett jeles tanuló, példamutató magatartású és szorgalmú hat pálma. Igen, komolyodik a dolog, hiszen az a díj jön, ami az iskolai pedagógiai programban is rögzítve van, és ennek az a neve, hogy az iskola legjobb tanulója díj. Annak a tanulónak jár, aki 8 éven át minden év végén kitűnő eredményt ért el. Hála az Istennek, meg a tanárainknak, meg nyilván nekik elsősorban, az idén 3 ilyen tanuló is van, és megkérem szépen őket, hogy jöjjönek ki, ha már mindegyik, már egyik valamelyik kint van. Pokuca György, az egyik. Ramasz Lújza, és Árvai Zsuzsina. Ők mind a hároman teljesítették ezt a kritériumot, ami úgy gondolom, hogy nem egy könnyű dolog, hiszen tavaly nem volt ilyen tanulónk egy darab sem. Ez idén van szerencsére 3 is. A tantestületnek, a tanítzáró, illetve az osztályozó értekezeten az a dolga, hogyha több ilyen tanuló is van, akkor közülük választja ki azt a tanulót, aki ezen túl is még nagyon-nagyon sok mindent tett az iskoláért. Hát természetesen nagyon nehéz dolog választani, hiszen itt hallottunk már két tanulóról, aki kitüntetést kapott másolnép, illetve tőlünk is. És akkor most kihirdetem, hogy az a tanuló lett az év tanulója az idén, aki nyilván kitűnő eredményt ért el 8 évig, példamutató magatartása és a szorgalma is, tudása sokrétű, számtalan tanulmányi versenyen, leggyakrabban német versenyeken sikerrel vett részt, emellett zongorázik és néptáncolt is. A taekwondóban is többször dobogós fejezést ért el, társaival, tanárjaival szemben mindig segítőkész, közösségi falatokban mindig jelentős szerepet játszott. Gratulálunk Árvai Zsuzsinának! Hagyományiskolánkban szintén, hogy az osztályfőnöki javaslatra a végzős osztályok osztályban, na most csak egy van, a végzős osztályban levő szülők közül egy, illetve két, vagy egy vagy két díjat adunk ki annak a szülőknek, azoknak a szülőknek, vagy annak a szülőnek, aki a legeslegtöbb munkát végezte az osztály érdekében. Az idén 2 javaslat érkezett. Igen. Az egyik, segítsetek egy kicsit mennem, Árvainé Nagy Mónika, bocsánatot kérek.
Legyen szíves, hogy kérdezik. Legyen szíves, hogy köszönjük munkájukat. Nyilván a többiek is dolgoztak, de ők lettek kiemelve most éppen, mert ők voltak talán, akik a legtöbbet segítettek, azt lehetnének ők a gyerekeknek. Szintén hagyomány iskolánkban, hogy az igazgató, intézményvezető készfogással búcsúzik el a diákoktól. Én először megkérem az osztályfőnököt, Lukácsné Kóta Annát, hogy legyen szíves, jöjjön ki, és mondja a névsort. Titeket meg arra kérlek, hogy ahogy hallják, illetve sorba jöttök, Anni néni mondja a neveteket, és amikor a készfogás megtörténik, itt álljatok föl, itt egy sorban a... Jó. Nem gyöngyén. Pupuca György. Bani Gergő. Pán Nikoletta. Pap Király. Mészáros Viktória. Zsúri Tamás. Hoffman László. Thank you.
A következő feladat jön, ami, hát nem is tudom, hogy szomorú vagy vidám, mindenki döntse el, benne minden kétféle érzés kavarog, de majd mindjárt meglátják, miről van szó. Arról van szó, hogy most év végén, vagy e körül, így mondom inkább, megint csak három munkatársunktól búcsút veszünk. Most ez nekik valószínű öröm, mert meg fogják kezdeni nyugdíjas éveiket, vagy már illetve meg is kezdték. Van, aki meg fogja kezdeni, van, aki ezután kezdi még meg egy kicsit később, de mind a háromunktól hát elbúcsúzunk, mert így döntöttek ők, hogy elmennek nyugdíjba, és azt tudom mondani, valószínű, hogy igazuk van. Az első, aki nem pedagógus, de több éve kollégánk. Munkatársunk hamarosan megkezdi nyugdíjas éveit, amit több mint 4 évtizedes munka után érdemelt ki. Nem pedagógusként dolgozott iskolánkban, de igen sokat tett a tanulók és a tanára kívánsága, komfortérzetének javítása érdekében. És nem csak a komfortérzete, hanem az elromlott csengők, az egyéb villamossági, víz, gáz, egyéb berendezéseket is javította. Munkaszervezés terén is jól együttműködött munkatársaival, elég, ha most körbenézünk iskolán, udvarán, vagy akár az épületen belül is. Ha elmegy, akkor is biztosítatom, hogy az általa teremtett értékeket megóvjuk és vigyázunk a rendre. Köszönjük munkáját, nyugdíjas éveihez jó munkát, egészséget kívánunk Lukács Lászlónak. Kérem szépen, jöjjön! A másik, akinek adnom kellene, de nem fogom odaadni, hiszen más elfoglaltsága miatt nem tud eljönni, Brandt Antalné, Edith néni. Azért én elmondom, amit róla írtam, távolétében is hallgassuk meg, kérem szépen. Kolléganőnk már a gimnáziumot is eleken végezte, majd egy év munka után a debreceni tanítóképző főiskolán kezdte meg tanulmányait. A helyi általános iskolában 1980. szeptember 1-én kezdett dolgozni, az alsó tagozaton bevezetésre kerülő zsolnai módszer egyik megalapozója volt, kollégáival szívesen, szívvel, lelkel, lélekkel alkalmazták ezt az új módszert a hatékonyabb tanulás, tanítás érdekében. A nemzetiségi nevelés fontossága, a helyi hagyományok megismertetése, ápolása, más települések német nemzetiségének megismerése is mind-mind munkáját, személyiségét jellemezték, motiválták abban, hogy jó kapcsolatokat építsen és tartson fenn a munkája során, és remélik majd a nyugdíjazása után is. A Gerolt Szófani Testi Iskolával szervezett diákcserék működtetésében is aktívan részt vett. Először szakszervezeti vezetőként, majd 2006-tól igazgatóhelyettesként dolgozott. A továbbképzések innovációk szervezésében jelentős részt vállalt, a sikeres támogatott TIA pályázatok igen hasznosnak bizonyultak az iskola életében. A Dr. Mester György általános iskola fiatalabb és idősebb kollégáival is szívesen osztotta meg tapasztalatait. Eleken az év pedagógusa városi kitüntetést, majd apászai díjat kapott. 2016-ban mesterpedagógus, nyugdíjas éveihez, távolétében is jó egészséget és hasznos időtöltést kívánunk neki. Köszönjük szépen a munkáját! Harmadik személy, aki már félig meddig elment, ugye hatodikosok vagy örülnek, vagy bánják, mindegy. A kolléganőnk 1979-ben végzett a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán. Első munkahelye Dombegyházán, a helyi általános iskolában volt, ahol 5 éven keresztül tanította a gyerekeket erre a két szép tantárgyra. 1984-től a helyi román iskola dolgozója lett, ahol a kis létszámú osztályok, a hátrányos helyzetű tanulók jelentették a kihívást, aminek türelemmel igyekezett eleget tenni. Osztályfőnök majd a napi munka mellett szakszervezeti vezetőként is tevékenykedett, 1998-ban elvégezte az oktatási informatikus képzést is, így informatikát is tanított az iskolában. 2003-tól a Dr. Mester György általános iskola tanára lett,
ahol szakjai tanítása mellett lelkesen készítette föl tanítványait egy-egy matematika vagy fizika versenyre. Ezek közül az egyik sikeres állomása volt, és én nagyon örült neki, tudom, a Gyulán szervezett ötödikesek matematika versenye, ahol diákja többszöri, addig előző évi többszöri helyezések után első helyezést ért el. A nyolcadikosok továbbtanulását felvételre való felkészítésével is kivette részét, hasznos délutánok a töltött tanulóival. Szigorúsága, precízséggel társult, munkáját a matematikát nem csak érteni, hanem tanulni is kell, mondat jól jellemzi. Kollégái között elismert, kedves egyéniség, tanulóinak, osztályának példamutató nevelője volt. Eleken megkapta az év pedagógusa ismerést, hiányozni fog a tanári szobából, nyugdíjas éveihez neki is jó egészséget és sok boldogságot kívánunk. Isten áldjon Marika, hol van? Még egyszer köszönjük munkájukat, további jó egészséget kívánunk! Ünnepségünk következő részében kérem hallgassák meg Bindás Györgyi igazgató helyettes tanévzáró ünnepi beszédét. Köszöntök mindenkit! Szép napsütés estér előttem. Kedves gyerekek, kedves kollégák, tisztelt szülők és vendégeim! Szeretettel köszöntünk minden megjelentett tanévzáró ünnepélyünkön, az idei tanévben felújított, szép külsővel rendelkező iskolánkban. Az önkormányzat által benyújtott sikeres pályázat munkálatai már tanév elején kezdődtek. Sok-sok munka és türelem eredménye az, hogy ma ilyen szép épületben ünnepelhetünk. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett iskolán szépítésében. A kivitelezőknek, tanulóinknak, tanárainknak és természetesen iskolán technikai dolgozóinak. Eltelt megint egy év. Sok feladattal, sikerrel és megpróbáltatással. Az elmúlt tanítási napokra visszatekintve elmondhatjuk, hogy ebben a tanévben is mindent megtettünk azért, hogy fejlődjünk, tanuljunk, eredményekhez jussunk. A legnagyobb változást bizonyára első osztályosaink élték meg. Remélem sok sikerrel és sok jó tapasztalattal. Nyolcadikosaink életében is ezután következik nagy változás. Bízunk abban, hogy megállják a helyüket következő iskolájukban, és szép emléket visznek magukkal iskolánkról. Az évről évre rendszeresen szervezett programok mellett az idén először tanulóink úszásoktatáson is részt vehettek. Reméljük, hogy ezen és a többi programon, rendezvényen mindenki maradandó élményt, tudást szerzett, és szívesen emlékszik majd vissza. És mindezek mellett szerveztük a sokféle tantárgyi versenyeket, a nyári napközis táborokat, amelyek immár három alkalommal várják diákjainkat. Minden esemény sok-sok felkészüléssel és felkészítéssel jár. Köszönjük mindenkinek, akinek része volt ezek sikerrevitelében, sikerében. Sok diákunk sportol, illetve tanul a művészeti iskolában táncot, zenét, képzőművészetet a szabad idejében. Művészeti iskolásaink rendszeresen szerepelnek iskolai, városi és városunkon kívüli rendezvényeken. Mindezekért dicséret illeti őket. Gratulálunk azoknak a tanulóknak is, akik időt és fáradtságot nem kímélve a tanulás mellett szabad idejükben sportolnak, vagy más hasznos tevékenységet űznek, és ezekben szép eredményeket értek el.
Scaglione Márko Luca második A, Simon Karamon második A, Hagbotont harmadik A, Kolá Balázs harmadik A, Poptirikán Kincső harmadik A, Panda Kamilla ötödik B, Resetár Hanna hatodik B, Budai Dominik hetedik A, Zsóri Zsófia hetedik A, Árvai Fruzsina nyolcadik A, Hag Pálma nyolcadik A, Hegedűs István nyolcadik A. Tapsoljuk meg! Sok diákunk, összesen 41 tanuló büszkélkedhet az idén kitűnő tanulmányi eredménnyel. Őket Luhár László polgármester úr egy kis megvendégeléssel várja a polgármesteri hivatal dísztermébe június 25-én kedden 14 órára. Köszönjük szépen! És most lássuk, hogy név szerint kik ők. Kérek mindenkit, hogy aki hallja a nevét, fáradjon fel ide a színpadra. Első A-osztály. Duró Gergely Nimród, Orestyák Bence, Samu Gergő Mihály, Zsóri Izabella. Második A-osztály. Bender Ferenc, Molnár Csenge, Onodi Jázmin, Sebők Dávid. Harmadik A-osztály. Bánya István Levente, Festő Réka, Kósa Schmidt Nóra, Ramasz Károly, Sárközi Hanna. Harmadik B-osztály, Kotolcó Ferenc. Negyedik A-osztály, Árvai László, Barna Gergő, Csuvarszki Boglárka, Farkas Tibor Márk. Ötödik A-osztály. Szabó Hanna Blanka, Szávó Diana. Ötödik B-osztály. Bajacán Szonya, Juhos Eszter, Panda Kamilla, Szaniszló Brigitta. Hatodik A-osztály. Bajacán Marcell, Hegedűs Vivien Sugárka, Kósa Schmidt Ervin, Mucsi Beatrix, Veres Zsombor. Hatodik B-osztály. Lipták Árpád, Popuca Dóra, Rádai Jakab Zsombor, Resetár Hanna. Hetedik A-osztály. Török Marcell Rudolf, Zsóri Zsófia. Hetedik C-osztály. Nagy Noémi. Nyolcadik A-osztály. Andrási Dorina, Árvai Fruzsina, Dani Gergő, Popuca György, Ramasz Luisa. A könyvjutalma, melyet a Gyulai Tankerületi Központ, a Riha Ilona Alapítvány és az Eleki Gyerekeinkért Alapítvány segítségével vásároltunk, átvehetitek majd az osztályban osztályfőnököktől. Köszönjük mindenkinek a támogatást! Még egyszer gratulálok mindannyiótoknak, és további sok sikert kívánom! Igen sokan megmérettették magukat különböző szaktárgyi versenyeken is.
megyei és országos fordulókon eredményesen szerepeltek diákjaink, többen dobogós helyezést értek el, ők a következő. Kérem azokat a tanulókat, hogy akik hallják nevüket, legyenek szívesek feljönni a színpadra. Árvai Fruzsina, 8. A-osztályos tanuló. Fruzsina a Bendegú Tudásbajnokság anyanyelvi versenyén megyei 3. helyezést ért el. Felkészítő tanár a Tóthlábornak. Nagy Péter Dávid. Peti a Bendegú Tudásbajnokság angol megyei versenyén 3. helyezést, az országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján 2. helyezést ért el. Felkészítő tanár a Tóthlábornak. Bajacán Marcell. 6. A-osztályos tanuló a Bendegúz Tudásbajnokság történelem versenyén a megyei fordulóban 1. helyezést ért el. Marcell az országos versenyen is részt vett, ott 13. helyezett le, melyhez szívből gratulálunk. Gratulálunk felkészítő tanárának, Szegedi Károlynak is. És úgy jelen észrevette itt a színpadra. Anna Blanka, 5. A-osztályos tanuló. Anna a Bendegúz Tudásbajnokság irodalom versenyén megyei 1. helyezést ért el. Ő is részt vett az országos versenyen is, ahol 7. helyezett lett, melyhez neki is és felkészítő tanárának, Lénár Istvánjának is gratulálom. Kérlek el, köszönöm. Büszkék vagyunk azokra a tanulókra is, akik lelkiismeretesen minden tőlük telhetőt megtettek a tanév során. Kollégáink közül Tóth Gáborné részesült elismerésben, a városért végzett közösségi munkájáért polgármesteri dicséretben részesült. Gratulálunk neki is, és további jó munkát kívánunk! Kedves szülő! A nevelőtestület és tanulói, gyermekeik nevében szeretném megköszönni Önöknek segítségüket, egy-egy tanórán kívüli programban való aktív részvételüket, amelyel a rendezvényeink sikeréhez hozzájárultak. Szeretnénk, hogy a továbbiakban is legyenek partnereink iskolán fejlesztésében, a programok szervezésében, támogatásában, a tanuló közös nevelésében. Köszönetet mondok valamennyi kollégámnak és munkatársamnak a tanév során végzett, olykor nehézségekkel teli munkájáért. A mai nappal lezárul egy időszak mindannyiunk életében, de a nyári szünetben is várnak ránk feladatok, programok. Mindjárt jövő héten, hétfőn kezdődik egy nyári tábor a tankerületi központ szervezésében június 24-től 28-áig, 2., 4. és 6. évfolyamos tanulók részére. Július 1-től 5-éig tart a nyári napközis Erzsébet tábor sok-sok színes programmal.
július 14-től 19-ig pedig a már szinte hagyománynak számító nyári balatoni táborunk lesz. Köszönet kollégáinknak a szervezésért és a lebonyolításért. Az iskolában a nyári szünetben a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet tartunk minden szerdán 9-től 13 óráig. Kedves gyerekek! A nyári szünetben is vigyázzatok magatokra és egymásra. Közlekedéskor, a táborokban, vagy éppen csak a mindennapokban. A nyár a pihenésről, kikapcsolódásról szóljon. De a megismerés lehetősége a tanulni vágyás nyáron is adott. Mozogjatok, olvassatok sokat, gyakoroljátok a nyelveket, a matematikát, kiki érdeklődési körének megfelelően. Vigyázzatok magatokra, aludjatok sokat, ápoljátok a barátságaitokat, csináljatok sok hasznosat, ismerjetek meg új helyeket, óvatosak legyetek. Mindenkinek jó pihenést és nagyon szép nyarat kívánok! Műsorunk végén a hatodikosok kórusa köszönti a vakációt az Erzsébet tábor megasztáros dalába, aki tudja, énekelje velük. Nagyon jó, amiből eddig még nem volt elég. Egyszer még bejöhet a kőpapírolló, úgy, ahogy szeretnék. Jó kívánni, nem is olyan könnyű, gondold át, hogy mi legyen a cél. Mit szeretnél erre a nyára, hát a segíthetnék. Én a vendégünk, sem szem szép, ez a semlékünk. A víz, ha a barna, a nap is kitart, s nem kapunk ki egy nagyobb vihar. Gyere elvékül, ami készül, elvékül, nagy emlékül. A víz, az a barna, a nap is az ég. Kétes folytom, én is a kérlek, becsukod a szemedet. Csak te rád, hogy tudod, elég lehet, hol a part és hol kezdődik az ég. Hol a nap vitorlával az a szél, ami hullámot hatja kísér, ami tőlem meleg, se annyira éget. Úgy becsuk a szemedet, azt gondolja arra, volt-e valami, amit nekik nem mondtál, miket ő állít. Thank you.
ballagó nyolcadikosok szeretnének egy-egy éggömböt az égiekhez felereszteni. Utolsóként ez következik. Kérem igazgató urat, hogy a diákok számára oly kedves mondatát legyen szíves elmondani. Tehát ezt az újságot szerkesztették a nyolcadikosok, nagyon szép kivitelű, nyilván felnőtt segítséggel, és ebben volt egy ilyen cikk, hogy az igazgató úrnak a telefonja néha megszólal órán, és az Omegának a végtelen pusztaság, de csak ez a G betűvel mindig lezárul a dolog, mert sosem mindig akkora fölveszem, meg intézem a dolgot, és most hát ezt próbáltuk eljátszani, hogy hogy szokott lenni, és most megkapták a szöveget, úgyhogy tanulmányos, tehát a G betű után is, a második sor is megvan. Jó. Ez csak egy jó akcióból. Kérem szépen, nincs már dolgunk hátra. Gabi néni is megköszönte, én is engedjétek meg, hogy megköszönjem. Mindenkinek, tényleg, aki egy gazdalat is tovább, annak érdekében tett, hogy az iskola szép legyen, jó legyen, a gyerekek szép környezetbe jöjjönek, jó könyveket kapjanak, érdekes olvasmányokat olvashassanak, eljuthassanak mindenhova, ahova eljutottak, és valóban azt hiszem nem maradt más hátra, mint annyi, hogy a 2018-2019-es tanévet bezárom.